Na hát sok mindent bemutattam már, sok mindenről csináltam videót, de ilyen izgalmas dologról még soha. Következzen hát az A4-es fehér papír. Tehát így néz ki. Felső része 210 mm hosszú. A hosszabbik része 297 mm hosszú. Ilyen az alja. Ilyen a teteje. Nézzük meg a másik oldalát is. Újjú! Hát hasonlóan izgalmas. Na, egy dolgot bánok, hogy a kicsomagolós videót nem tudtam megmutatni, mert ezt csak úgy kiszedtem a nyomtatóból, mert már a csomagolását már valaki kidobta. Fene egye meg. Na, de hát az oldalát is, a szélét is megmutatom. Ez is izgalmas. Na. Nem zoomol be, hát nem adja át az élményt. Ezt élőbe kell látni, ezt a papírt, így videón keresztül nem fog átjönni, hogy ez milyen is igazából. De mit lehet csinálni egy ilyen A4-es papírral? Hát mondjuk például lehet vele fütyülni. Hát még mit lehet vele csinálni? Hát például le lehet rajzolni. Na, minden fontos összetevőt előkészítettem, úgyhogy kezdődjék hát a lerajzolás. Emberek, én nem akarok önfényező lenni, de egyszerűen ez életem legjobb rajza lett. Na, felkészültetek? Tehát itt ezt rajzoltam le, ezt a fehér A4-es papírt, és ezt nézzétek. Egyszerűen annyira rohadtul élethűre sikerült. Én nem tudom, most olyan flow elkapott engem meg, úgy nem tudom, most hétvége van, vasárnap van, jó hangulat van, és szinte teljesen élethűen egy az egybe le tudtam rajzolni az üres A4-es lapot. Egy ember, aki úgy nem tudná, hogy melyik a rajz és melyik a modell, elsőre szerintem meg se tudná mondani. Iszonyatosan jó, iszonyat részletesen. Még arra is odafigyeltem, hogy még a széle is a széle legyen, a közepe meg a közepe. Így aztán tényleg, na jó, hát ez annyira jól sikerült, elnézést az önfényezésért, itt a készletemet maximálisan kihasználtam, de ezt ki kell raknom a falamra. Na úgyhogy a fehér papíros rajzomat szépen ki fogom rakni a fehér falamra. Na itt van, ki is tettem a falamra. Hát ez annyira beleillik a koncepcióba, meg itt tényleg nem üt el semmitől, hogy ez annyira jól néz ki, hogy én ezt lefényképezem. Aztán kinyomtatom, és magát a nyomtatványt pedig ismét felrakom a falra. Na hát, ez most már komolyan a falam kezd jobban kinézni, mint maga a Nemzeti Galéria. Ezt már csak akkor lehetne továbbfokozni, ha még a nagynénémet megkérném, hogy ezt a képet itt goblejnezze meg, és még azt is kiraknám ide harmadiknak a falra. De hát, na, majd meglátjuk. Mit lehet még csinálni egy ilyen fehér papírral? Hát például verset lehet írni hozzá, pontosabban ódát. Ó, be fehér! Ó, be négyszögletes! Ó, micsoda kecses objektum! Ha 10 évig edzhetnék, se lennék ilyen szögletes! Ha 10 millió évig élnék, se lennék ilyen fehér! Ó, fehér papír! Hajoljunk hát meg tudása előtt, s tiszteljük ez objektumot! Ó, fehér papír! Ó!
Tökéletes! Gyújtósom leszel.